Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt ismét a gólterápia, amit látjátok, kicsit megújult a felület, erről mindjárt lesz szó, de előbb a vendégünk Újvári Máté, az M4 Sport riportere. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szia Dávid, sziasztok! Nos, ugye, amint látjátok, megújult itt a felület, és hogy miért újult meg, ugye sokan kérdeztétek, hogy leszünk-e Spotify-on, indítottam ott, hát azért nem, mert elsősorban a YouTube-ra készülünk videós anyagokkal, és szeretnénk, hogy ti is úgy élvezzétek ezt, hogy mi legyen videós tartalom, nyilvánvalóan, hogy ott egyszerre több érzékszervet kötünk le, akkor jobban ide kötődik a figyelmetek is, és hogy emiatt van ez a kis újítás, és hogy miről lesz ma szó, hát Máté itt van, akkor Forma 1 szokott lenni, de ma a magyar labdarúgás lesz, ugyanis a hétvégén startol az NB1, és ezzel kapcsolatban végigmegyünk szépen minden csapaton, hogy mi újság van a klubnál, hogyan nézzük ki mondjuk ez a mostani szezon náluk, és mit várhatunk tőlük, úgyhogy ezen kapcsolatban is indulunk szépen egyesével a csapatoktól. Kezdjük a feljutó csapatokkal, ugye frissen feljutó a Budafok Egyesülete. Hát talán itt, ha az NB2-t nem zárja le az MLS, akkor lehet, hogy nem feltétlenül jutott volna fel ez a Budafok. Igen, ugye nagyon érdekes szituáció volt, az MTK nagyon sokkal vezetett, ugye ők szerezték meg a bajnoki címet, beszélünk majd róluk később. A Budafok volt a második, de hát volt nekünk egy vasasunk, óriási szériában voltak ráadásul az angyalföldiek. Hozzáteszem, az utolsó meccsüket elveszítették, igaz az MTK ellen, azt hiszem 2-0-ra, de előtte 6 vagy 7 meccsen folyamatosan győztek. Úgyhogy ennek ellenére voltak egyébként 6-2 pontos lemaradásban a Budafokkal szemben, és ugye az MLS azt a szabályt hozta, hogy ahol éppen a bajnokság állt, abban a fázisban, az szerint határozták meg a feljutókat. Úgyhogy ezért lett a Budafok feljutó. Ugye ez egy történelmi feljutás az ő szempontjukból, hogyha azt nézzük, mert 75 év után játszik majd ismételten az NB1-ben a Budafok, a Promontor utcában, mindössze második alkalommal ráadásul történetük során. Érdekes lesz. Sokan azt pedzegetik, és egyébként őszinte leszek, amikor először utána olvastam egy picit a Budafok hátterének, hogy milyen most ott a csapat, milyen játékosok alkotják őket, akkor a legelső, ami nekem bejutott, eszembe jutott, az az, hogy nehogy a Kaposvár sorsára jussanak ők is. És a nehogy alatt nyilván azt értem, hogy a Kaposvárról mindenki tudta, hogy ki fog esni, gyakorlatilag a második fordulót követően annyira kirívóan gyenge volt a játékos kerete, még akkor is, hogyha Waldner Robert személyben, egyébként nem volt rossz edzőjük, és most sincsen, de mégis annyira érződött, hogy nem NB1-es a keret, úgyhogy én kíváncsian várom azt, hogy Budafokon azért az erősítések hogyan sikerültek, és persze, hogy lesznek-e még esetleg új igazolások. Igen, ez engem is érdekel, hogy én mert elsősorban most így ránéztem a keretre, én nagyjából azt látom, hogy ez egy ilyen Kaposvártól nem éppen erősebb keret, ugyanakkor meg Csizmadi a Csabát ismerve, de játékosként, meg azért volt egy-két érdekes nyilatkozata is, tehát ők nem feltétlenül úgy érkeznek, hogy most akkor kikapnak mindenkitől, de azért ehhez nem csak a lelkesedés kell, hanem kell hozzá az erős keret is, de talán van azért érdekes játékos a keretben, ugye most kölcsön vették azt a Zsóri Dánielt, aki a Puskás Díjas volt, ugye még a Loki játékosaként a Fradi elleni góljával, de hát itt van az a Phil Koratilla, aki már mondjuk úgy elveszett magyar tehetségnek tekinthető, és vannak még itt Mervó Bence is például, aki izgalmas játékos. A nevek nem feltétlenül jelentenek semmit? Hát figyelj, ugye nagyon érdekes, három teljesen különböző karaktert mondtál, abból a szempontból, hogy más fázisukban vannak a pályafutásokban. Ugye Filkor Attila volt az a játékos, akit még Várhidi dobott be a válogatottba, és ő igazolt futballistája volt az Internek és a Milánnak is. Ami azért így belegondolunk, az bravó. Hozzáteszem, én Filkor Attilával még együtt játszottam a Goldballba 13 évesen, 14 évesen. Mi egy korosztály vagyunk, úgyhogy én ismerem az Attilát. Sajnálom egyébként, hogy ebből nem lett jobb pályafutás az ő szempontjából, hiszen gyakorlatilag végighaknizta Olaszországot, nagyjából minden szériában és csapatban megfordult. Budafokon viszont új lehetőséget kapott is. Ez a lehetőség szó, amit gyakorlatilag minden játékostól hallasz. Mervó Bence volt az, akit ugye az U20-as új-zélandi világbajnoksággal ismerhetünk, viszont azt követően nagyon súlyos sérülései voltak, és azt mondta, hogy Csizmadi a Csaba személyében egy olyan vezetőedzővel találkozott, amilyennel nem találkozott még Magyarországon korábban, mert hogy a sérüléséből felépülve a rehabilitációs időszakban is, illetve a koronavírus alatt, a karanténos időszak alatt is, amikor lehetett, nyilván a megfelelő távolságtartást betartva, hetente háromszor Csizi vele külön foglalkozott, oda mehetett, úgyhogy azt mondta, hogy a lelkét is ápolta egyben, és ezért nagyon jó a közösség, és állítólag ezért van nagyon jó csapat jelen pillanatban Budafokon,
mert hogy Csizmadia tud foglalkozni a játékosokkal, nem csak abból a szempontból, hogy a pályán mit nyújtsanak, hanem nagyon jó tanárnak is bizonyulja egyelőre, egyfajta pedagógusnak, aki ráadásul ugye a Budafokból vonult vissza, először mint játékosedző, most már mint csupán vezetőedző, a fiatal edzőgeneráció tagja, 35-36 éves, és hát rengetegszer elmondta azt is, amit te is említettél, hogy mi bizony nem leszünk Kaposvár, ezek a fenyegetések jönnek Budafokról, úgyhogy kíváncsi leszek. Hozzáteszem még egy gondolat csak ezzel kapcsolatosan, ugye egy magyar-ausztrál tulajdonosuk van, aki Melbourne-ben él, most nem tudni, hogy itt a covidos időszak alatt az első fordulóban esetleg ott tud-e majd lenni, viszont azt revesgetik, hogy hiába a Budafok feljutóként szerepel az NB1-ben, messze nem ők dolgoznak a legkevesebb költségvetésből, tehát mondjuk Újpesten, Pakson például a hírek szerint kevesebb a fizetés mondjuk, mint Budafokon. Mindezek ellenére talán meglepő lenne, vagy inkább mondjuk úgy, hogy sikernek, mindenképpen nagy siker lenne, hogyha bennmaradna az NB1-ben ez a gárda. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és hogyha sikerül egyébként, ha bent tudna maradni a Budafok, akkor ez egyben véletlenül azt is jelenteni, hogy például Zsóri Dániel megtalálta a góllövő cipőjét, hiszen neki eddig az NB1-ben az a bizonyos emlékezetes ollózós találata van, miközben teljesen meglepő módon, és ezt a szót ő maga is használta a Budafok hivatalos honlapjának, az edzőmeccseken szórta a gólokat. Az edzőtáborban azt hiszem 5 mérkőzésen 4-szer is beköszönt, úgyhogy ő azt mondta, hogy önbizalomra van szüksége, ezt most megkapja Csizmadiától, és ez lehet egy vízválasztó egyébként Zsórinak, hiszen Debrecenben beszállt, Puskás díj, hát azért ez nem egy könnyű feladat. Fehérváron ugye nem találta meg a számításait, kölcsön adták több csapathoz is, így viszont egyértelműen kezdőként számítanak rá, úgyhogy húzó embernek kéne lennie Zsórinak. Nézzük a másik feljutót, aki az MTK volt, ugye említettük, hogy ő azért torony magasan vezette ez a gárda az NB2-es mezőnyt, hát itt a helye nyilvánvalóan az NB1-ben egy ilyen klubnak. Mihály Borisz, aki ugye korábban volt az U19-es és az U21-es magyar válogatottnak az edzője, és ő most a vezető edző. Jó munkát végez, azt hallani egyébként így főleg szakmai körökön belül, hogy érdekes lehet ez az MTK-ben a szezonban. Igen, az MTK-nak ugye régebben volt egy ilyen közhelyesnek titulálható mondás, hogy hát az MTK iskola. Ugye ez a sokpasszos játék, fiatalokra építünk, próbálunk támadni egyébként, tehát egy ilyen szimpatikus játék volt még, akár Illés Béláék, akár Kanta Józsi, amikor még fénykorában volt, és mondjuk egy 5-6 évvel fiatalabb volt, de azért, ha megnézzük az átlag életkor tekintve, most is ott vannak nyilvánvalóan a fiatalok között, 25,6 az átlag életkor az MTK-nak, nem a legfiatalabb csapat egyébként, például a Zete megelőzi őket ebből a szempontból, viszont az MTK annyira tükörsimán nyerte ezt az NB2-t, hogy az ő szempontjukból már egyáltalán nem használnám például a meglepetés szót, akkor, hogyha bent maradnának az első osztályban. Szisztematikus munka folyt náluk már az elmúlt években is, ez most ismételten megfigyelhető. Ha az igazolásokat nézzük, akkor olyan nagyon nagy neveket nem tudunk mondani, egy ilyen Jolly Jokert igazoltak ugye Balázs Benjamin személyében Újpestről, aki gyakorlatilag a kapusposzton kívül mindjárt... Bárhol eljátszik, igen. Igen, azt mondod, jobbek, oké, eljátsza a balszélső, semmi gond, megoldom, hamis 9-es, az is, tehát mindent játszott Balázs Benjamin. Ezen kívül Barna Szabolcs, fiatal játékos Debrecenből, tehát hogyha ha neveket nézzük, akkor azért nem mondod meg, hogy itt egy klasszis játékosokat felvonultató csapatról van szó, de igazából az MTK-nak mindig is az volt az erénye, hogy rengeteg zongora cipelő, abszolút nem negatív értelemben mondom, és esetleg egy-egy kiemelkedő futballista, aki képes mondjuk mérkőzéseket eldönteni, viszont Borisról valóban már korábban is azt mondták, hogy nagyon jó szövetségi edző volt az MLS-ben, és hogy elég jó munkát végez, a játékosok elégedettek vele, itt is van egyébként, nem nevezném meg őket, egy-két futballista, akikkel együtt játszottam annó, és ők is csupa jó véleménnyel vannak a mostani állapotokról. Még arra lennék kíváncsi, szerint, hogy Kanta Józsinak 36 évesen mekkora szerepe van ebben az MTK-ban? Ez olyan dolog, és azok, akik nézik mondjuk a Hot Topicot, vagy az esélylesőket, ugye az XG bűvöletében élve, én azt tudom, hogy van az XG, és van ugye az, amit nem tudsz mérni. Tehát ez Kanta Józsi, amikor ül az öltözőben adott esetben, és elmondja, hogy figyelj, ezt így kellett volna, vagy esetleg most ne menj el bulizni, vagy nem a Mekibe kéne sajtburgert tenned. Tehát, hogy egy ilyen életre való tanácsadás by Kanta József, én ezt nagyjából így tudom összefoglalni, ami ugye mondom, számokban nem feltétlenül mérhető,
viszont rengeteg fiatalnak egyébként tényleg példakép. Ráadásul pontos pozíciót nem tudom, de azt tudom, hogy az MTK már most felajánlott neki valamit a klubnál, tehát ő egyfajta játékos edző titulusban szerepel majd, vagy tetszeleg majd ebben az idényben is, és azt követően is majd a Hungária körúton. Úgyhogy szerintem nem lesz az esetek többségében már kezdő játékos. Én egy ilyen első cserét tudok elképzelni, 30 percek, esetleg 45 percek, és hát mondjuk a adott esetben a pontrugásokkor is még lehet, hogy azt mondják, hogy Józsi, hát gyere, rúgd azt a 11-est. Folytassuk a Pakssal, akik ugye az előző szezonban, hát mondjuk úgy, hogy ez a hírhet 1-1-es debreceni meccsel maradtak bent. Nagyon-nagyon közel volt itt a kiesés. Hát talán most is a kiesés elkerülése lehet a cél ennél a klubnál. Igen, a Paksnál most már évek óta azt mondhatjuk, hogy van egy nagyon nagy pozitív dolog, és egy nagyon nagy negatív. A pozitív része az, amit mindenki tud, a Paks a színmagyar csapat, csupa magyar játékosok, és a napokban egyébként az ügyvezető Haraszti Zsolttal készült egy interjú, talán a csakfoci.hu vagy az nso.hu, erre most nem esküdnék meg, lényegtelen, de azt elmondta, hogy ezen a filozófián nem fognak változtatni, mert ez bevált, egyrészt szimpatikusak is, ráadásul bizonyos szponzorok emiatt külön érkeznek hozzájuk, mert azt mondják, hogy na, végre egy magyar csapat az NB1-ben, fölkarolván a magyar tehetségeket, csak hogy pont, hogy nem csak tehetségek vannak ott, mert hogy azért egy ilyen perem embergyűjtő csapat lett időnként ez a Paks. Olyan játékosok érkeznek, akik máshol vagy nem tudták megváltani a világot, vagy jól játszottak, eligazoltak valahova, és ott rosszul sült el az az időszak, és akkor Pakson próbálják magukat újjáépíteni. De a negatív része pedig az, hogy állandóan a kiesés ellen kell, hogy küzdjenek, és hát hogyha nem akarok senkit megbántani, de hogyha látványos mérkőzést szeretne nézni a tévében, akkor nem biztos, hogy a paksiakat kapcsolja be, ami egyébként azért is furcsa, mert én magam is közvetítettem, nem egy olyan találkozott az elmúlt szezonban, ahol 20 percen keresztül a Paks úgy játszott, mint egy ilyen top 5-ös magyar csapat, folyamatos kontrák, szép megoldások, tehát hogy vannak jó játékosai, mindig is voltak a paksiaknak, de náluk is ez az önbizalom kérdés, összeér a csapat, nem ér össze, ez az, ami meghatározza majd az adott szezon, és valóban szerintem is a fő céljuk nem lehet más, mint a bentmaradás. Ha Paksról beszélünk, Böde Danit mindenképpen meg kell említeni, ugye, aki az előző szezonban igazolt, hát mondjuk... A Madocsai Messi. Igen, a Madocs... Ugyanazokkal a kvalitásokkal, ugye, mint Messinek van. Szóval, mi újság van Bödével szerinted? Az előző szezonja az eredményesnek tekinthető, vagy sem? Öt ugye 10 gólos, 6 gól volt a bajnokságban, és 4 a kupában. Hát ha pusztán a számokat nézzük, és azt, hogy hol végzett a Paks, akkor nem lehetett annyira rossz, miközben maga Böde Dani is elmondta, hogy azért 10 fölül várna magától a bajnokságban, tehát azt csak ott szeretné meglőni ezt a 10 találatát. Egyébként, hogyha 10-12 gólt szerezne Böde, akkor szintén a Paksnak nem lennének különösebben kiesési gondjai. Én azt gondolom, hogy jól igazolt a Paks abból a szempontból, hogy kap maga mögé egy ilyen szervezőjátékost, Bognár István, ha már a Madocsai Messinél voltunk, akkor egy ilyen Xavi per Iniesta-t, de te, mint barszás, nem tudom, mit szólsz ezekhez az összehasonlításokhoz. Kicsit hát, maradjunk annyi, hogy a Bogász egyébként, tehát, hogy alapképességekben szerintem egyébként kiemelkedőnek tekinthető Magyarországon. Nála elsősorban nem ezzel volt a probléma sosem. Igen, tehát maradjuk a pozitívumoknál, a rugó technikája. A rugó technikája az tényleg az első osztályban egyébként abszolút top játékosokat megközelíti. Az már más kérdés, hogy mondjuk egy Ferencvárosban miért nem tudott meghatározó futballista lenni, amikor megkapta a lehetőséget, és ugye az oda igazolását követően fél évig azért folyamatosan játszatták is őt. Minden esetre, ha már itt arról elmélkedtünk, hogy perememberek, vagy olyanok, akik újjá tudják magukat építeni, Bognár István is egy ilyen lehet, ugye az MTK-tól igazolta őt most a Paks. Én kíváncsian várom ezt a Bognár-Böde kapcsolatot. Ráadásul Böde tehermentesítésére azért érkezett Ádám Martin, aki gyakorlatilag ekte ugyanolyan stílusban futballozik, mint Böde. Tehát két ilyen igazi, erőszakos, erőcsatár nekem, amikor kicsi voltam, azt hiszem a Stuttgartban futballozott a Bundesliga, az a Basilu Salu nevezetű játékos, vagy a Bayern Münchenből egykoron Carsten Janker. Jaj. Ez a típus, aki nekem eszembe jut róluk. Ugye Ádám Martin a kieső Kaposvárnak volt egyébként a legeredményesebb játékosa, úgyhogy szerintem alapvetően ők
cserélgetni fogják majd egymást, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történik akkor, amikor az ellenfél védő négyesének ezt a Böde Ádám duót kell majd hatástalanítania, azért ott fel lehet kötni majd a gatyát. Ez kíváncsi lehet ez egyébként, hogy egyáltalán egyszerre pályára léphetnek el mondjuk ez a két támadó. Ugye Ádám Martin korábban a Vasasban is egyébként egész sok gólt szerzett. Úgyhogy kíváncsi leszek egyébként, hogy itt mi lesz a kezdőfelállás, meg egyébként Bödét szokta, tehát visszaemlékszel a Ferencvárosi korszakára, mindig az volt, hogy hoztak valakit a nyakára, és ez mindig Bödére volt jó hatással. Igen, igen. Én most nem érzem azt, hogy Böde nyakára hoztak valakit. A Fradinál tényleg ez volt mindig, hogy na hát jó ez a Böde, de hát majd lesz jobb. Azt egy darabig sose volt jobb a Bödénél. Én mondom, én most ezt úgy érzem, hogy a taktikai repertoárnak tehet jót. Ez, hogy van egy Ádám Martinja is a Paksnak. Hozzátéve, hogy Osztermeyer Gábor, ugye a Paksiak vezetőedző azért sokszor ezt 4-2-3-1-et szorgalmazta, tehát klasszikus módon egy csatáros, egy centeres játékot láthattunk a Paksiaktól. Szerintem ebben lehet majd változás, mert azért volt olyan mérkőzés is, én magam is láttam olyat, amikor 5-3-2-ben már ez a honvédos vonal valósult meg a Paksiaknál, és akkor simán benne van a pakliban, hogy egyszerre vannak fönn a pályán, illetve azért azt ne felejtsük el, hogy Bödét a mai napig általában ketten őrzik minden egyes meccsen. Most ha Ádámot is ketten őrzik, akkor elég könnyen létszámfölényes akciókat tudnak vezetni a Paksiak, úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez mennyit hoz majd nekik a konyhára. Folytassuk a Diósgyőr csapatával, akiknek most már évek óta talán a tavalyi szezonzáró volt a legnyugodtabb, hogy az utolsó fordulóban nem kellett aggódni, most akkor bentmaradás, mi újság van, de ennek ellenére szerintem a Diósgyőr szurkolók nem feltétlenül örültek, mert azért az újpesteni meccsen nem tudom, emlékszel-e még, ott voltak olyan ilyen, hát ilyen feliratok így a szurkolók kezébe, hogy mi megyünk az EL-be, ti meg az NB2-be, aztán hát mégis mind a két csapat maradt az NB1-be, csak hát az Újpest picit előrébb végzett. Igen, szerintem Miskolcon, vagy Diósgyőrben egyetlen egy józan hang volt a sorozatos győzelmek esetén is, az a vezetőedző Feckó Tamás, akit én az NBA egyik legjobb vezetőedzőnek tartok egyébként, mind az alázatát figyelembe véve, mind a taktikai felkészültségét figyelembe véve, mind pedig azt, ahogyan az ellenfelet felszokták térképezni, és aztán meccs közben is Feckó az, aki nyilván a játékos keretéhez mérten, de egészen jó arányjal szokott belenyúlni a meccsekbe. Szóval az, hogy a Diósgyőr EL-be menjen, az tényleg csak egy hű ábránd volt, meg ott a sok győzelem esetén nyilván a borsod egy picit megszaladt bizonyos szurkolóknál, de ezt igazából senki sem vette komolyan. Feckó Tamás szavaival élve, ugye az utolsó 5-6 forduló az egy konkrét elégtelen, tehát az egy egyes volt a Diósgyőr esetében. Itt beszéltünk az eddigi csapatoknál az érkezőkről, most azért egy picit beszélnék a távozókról, mert hogy egy Brukovics-Tabakovics duó hagyta el Diósgyőrt, és hát akik látták a Debrecen DVTK mérkőzést, azok pont-pont-pont. Talán emlékeznek rá, hogy közülük az egyikük például Szima Gáborral vacsorázott, vagy ebédelt közvetlen a meccset megelőzően, úgyhogy a szurkolók nagy-nagy örömére távozott ez a két játékos, és amellett, hogy nyilván nem szeretnék senkiről olyat állítani, ami semmi bizonyítékon, meg miatt belemennék itt ilyen kétes dolgokba, az biztos, hogy arról lehetett hallani, hogy az öltöző eléggé megosztott történetet tekintve, úgyhogy Feckó Tamás egyébként is arról volt híres, hogy ha kell, akkor takarít, ha kell, akkor tisztogat, most ugyanezt figyelhetjük meg, és egyébként nem igazolt rosszul, hogy azért beszéljünk az új játékosokról is, bár nem jött sok új ember, 3 egészen konkrétan, viszont 2 a támadó sorba. Ugye érkezett Dražić, a dallamos nevű Changchung Yatai-tól, ahol egykoron Huszti Szabolcs is megfordult, de ugye Dražić előtte volt már Magyarországon, Mezőkövesden, és ő volt az, aki 18-ban, amikor átadták a Diósgyőriek stadionját, akkor az egyetlen találatot jegyezte, akkor még ugye elszomorította a miskolciakat, de amikor bemutatták, akkor mondta, hogy reméli, hogy most azért majd fognak neki tapsolni. Rajta kívül pedig másik, az a Grozáv, akit ugye Kisvárdáról tettek ki, eléggé furcsa körülmények között, fegyelmi okokra hivatkozva elsősorban, hazautazott céges autóval, egyiket se kellett volna, de mindegy, ott elég furcsa volt az a történet. Viszont ugye Grozával kapcsolatban annól még a Ferencváros neve is fölmerült, úgyhogy szerintem a jelenlegi NBA egyik legjobb támadóját szerezte meg Feckó Tamás, úgyhogy lesz bőven variációs lehetősége neki is most. Diósgyőrnél a kapus kérdés az továbbra is talán így érdekes lehet, hogy most ki lenne az első számú kapus, ugye Antal Boton is sokat védett, Bukrán Erik is sokat védett, meg ott van Danilovics is, te kinek szavaznál bizalmat, vagy szerinted Feckó kinek fog bizalmat szavazni?
Én ahogy néztem most a felkészülési mérkőzéseiken, az Antal-Danilovic duó között dönthet majd. Én Danilovicot jobb képességű kapusnak tartom, mint a másik két úriembert. Már csak azért is, mert szerintem kevesebbet bakizik. Tehát Antal Botond tipikusan az a kapus, aki mondjuk végigvéd 5 meccset úgy, hogy bravúrok sorozata, pontokat hoz adott esetben a Diósgyőrnek, és aztán egy akkora bakit elkövet, ami után jó érzésű vezetőedző nem teheti azt meg, hogy a következő meccsen is az ő nevével kezdődjön a Diósgyőr összeállítása. Szerintem ez a baj elsősorban Antallal, úgyhogy nem tudom, hogy beérette már, egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy valaki ennyi időskorban, ennyi év NB1-es rutinnal a háta mögött tud-e még ilyen szempontból fejlődni, de nálam, hogyha pusztán a képességek alapján választani kell, akkor Danilovicsra szavaznék. A Diósgyőrnek továbbra is a bentmaradás, a biztos bentmaradás lehet a cél? Szerintem egy stabil középcsapatnak kellene most már lenni azért a Diósgyőrnek. Tehát beszéltünk itt Budafokról, amely ez egyértelműen az egyik olyan csapat, amely a kiesésre pályázhat. Szerintem majd a későbbiek folyamán mondom, ilyen lehet az Újpest, a Paksiak is ilyenek lehetnek. Én a Diósgyőr játékos keretét, vezetőedzőjét, hátországát, ráadásul azt a sok-sok ezer szurkolót, akik tényleg le a kalappal a mai napig kimennek és tombolnak a maguk módján a stadionban, minimum egy stabil középcsapatnak kéne lennie a Diósgyőrnek. Egy olyan csapatnak, amelynek nincsenek kiesési gondjai, és amely adott esetben, hogyha erőn felül tud teljesíteni, mint láthattuk ezt néhány hónappal ezelőtt, akkor még akár adott esetben azon is elgondolkozhatnak, hogy várja Európa esetleg Diósgyőrt. Folytassuk a Kisvárdával, ami egy igazi világcsapatnak számít itt Magyarországon belül. Hát itt komoly változások voltak, hogy a Bódog Tamás távozott a klubtól, és itt Révész Attila nyilatkozta, hogy majd valószínűleg portugál vonal érkezik, és itt egy-két nappal később Sukka Attilát jelentették be. Hát nem tudom, ez ennyire portugál vonal, de mit gondolsz erről a házasságról? Hát érdekes, így az első szó, ami eszembe jut, az ez. Ugye Sukka Attila elég sok helyen megfordult már Magyarországon, és ráadásul nem csak a vezetőedzői posztot birtokolja jelen pillanatban, hanem egy ilyen utánpótlás igazgató. Tehát az a lényeg, hogy ott a korosztályos csapatok is valamelyest az ő felügyelete alá tartoznak Kisvárdán, plusz, ha jók az információm, akkor abban is segítkeznie kéne a csapatnak, illetve a tulajdonos úrnak, hogy jöjjenek oda, és szeressenek, akarjanak Kisvárdán futballozni, ami nem egyszerű, ugye pont az M4 Sport egyik Gól című műsorában mondta azt a Révész Attila, hogy pontosan tudja, hogy Kisvárda az így nagyjából mindenen kívül esik, és még azon is túl, és ezért ez az egyik fő oka annak, hogy elsősorban tele van külföldi játékosokkal a csapat, a másik pedig a fizetési igény, mert hogy azt mondta a Révész, hogy nem szeretne konkrét számokról beszélni, de olyan szinten el vannak szállva a magyar játékosok többsége, tisztelt a kivételnek természetesen, hogy azt mondják, hogy oké, megyünk hozzád, de akkor a már eleven nagyon brutális fizetésünkhöz csapjál hozzá még egy 30%-ot, mert Kisvárdára kéne utazni. Tehát azért itt vannak komoly gondok szerintem a fejekben bizonyos magyar játékosoknál, de ami miatt mondom még egyszer, ez a sok idegen légiós van Kisvárdán, az ezeknek az okoknak köszönhető. Ugye Bódogot azért igazolták annól, hogy tartsa benne a csapatot, ez megtörtént, abszolút célfutballt játszott. Én nem nagyon várok mást most sem a Kisvárdától. Ugye a Paksnál elmondtuk, hogy ha jó meccset akar nézni az ember, akkor ne feltétlenül őket figyelje a televízióban. A Kisvárda a másik ilyen csapat. És egyébként konkrétan volt egyszer egy Paks-Kisvárda meccs, amit én közvetítettem. Hát ott az első fél idő után többen azt mondták, hogy jó a közvetítés, de reméljük, hogy holnap is jöhetsz még. Kicsit sok volt a hiba, maradjunk annyival. Világos. Ettől függetlenül sok a külföldi, tehát hogy pont ezért nem éppen a legkedveltebb klubok közé tartozik a Kisvárda a szurkolók köreiben. Bódog Tamás azért próbálkozott beépíteni fiatal magyarokat. Szerinted ez a tendencia megmarad? Biztos, hogy próbálkozni fognak, mert az egyik csapatnak sem jó, hogyha állandó negatív kritikákkal illetik őket. Márpedig valóban nem lehet mit csinálni, hát értelemszerűen a Kisvárda tele van idegen légiósokkal. Azt hiszem volt egy olyan mérkőzésük, amikor talán két magyar volt mindössze a kezdőcsapatban. Az egyik közülük Gosztonyi megsérült 20 perc után, és akkor maradt egyetlen magyar a csapatban. Ugye szokták volt mondani, hogy itt azért az angol tudásnak erősebbnek kell lennie, mint a magyarnak az öltözőben, különben kommunikáció szempontjából könnyen el lehet veszni.
Hosszú távon biztos, hogy megpróbálnak beépíteni több magyar játékost, csak nem egyszerű, hiszen a 12 csapatos NB1-re a vezetőedzők és főleg a tulajdonosok többsége azt mondja, hogy izgalom szempontjából oké, viszont az őszhajszálakat tekintve meg marhára nem oké, mert hogy háromszor kikapsz, vagy mondjuk csak három olyan fordulod van, hogy nem nyersz meccset, és rögtön ott leszel a kiesőek valamelyikén, vagy nagyon közel hozzá, és ilyenkor az ember nem kezd el kísérletezni, hanem azt mondja, hogy oké, itt egy rutinos szerb, aki a kerítést is átharapja, akkor gyerünk, inkább őt teszem be, nem a 18 éves magyar játékost, akinek adott esetben minimális tapasztalata van még az első osztályban. Menjünk Zalaegerszegre, itt ugye Márton Gábor kifejezetten jó munkát végzett itt a szezonnak a második felében. Hát ami azzal ért fel, hogy gyakorlatilag az összes játékosra megindult a kereset, ugye Radó András rögtön a Vasashoz igazolt az MB2-be, de Bobágár például a Portugál Nacional csapatához igazolt. Most erről a Radóféle igazolásról, meg úgy általában erről a Vasas jelenségről, neked mi a véleményed? Hát mindig is voltak olyan csapatok, amelyek nagyobb tőkével rendelkeztek, mint a többiek, vagy a többiekhez képest jelentős nullát tudtak még odaírni a szerződésben. Ami egy picit újdonság a Vasas esetében, az az, hogy ők ezt ugye másodosztályból teszik, és ezzel, ha már a Zalaegerszeg, ugye pont Salec volt az a Zalaegerszegek részéről, aki többször is elmondta, hogy egyszerűen nem tudnak versenyezni, olyan szintű ajánlatokat tesznek az angyalföldiek a játékosoknak. Hát Radó András szerződtetése mellett, még ha fél évet visszagurunk az időben, akkor eléggé beszédes az az átigazolás is, amikor Újpestről a Lilafehérek házigólkirályát Fecesint vitték az MB2-be a Vasashoz. Picit visszamentünk itt a múltba, és az az érzésem támadt, mint amikor a Puskás Akadémia igazolgatott játékosokat még a másodosztályban, és aztán nyerte meg csontsimán az MB2-t, és jutott fel az első osztályba. Ezzel nem lehet mit tenni, szerintem ezt csak elfogadni lehet, ha a többi csapat vezetője vagyok, tulajdonosa vagyok, vagy edzője vagyok. Karrier szempontjából viszont szerintem borzasztó rizikós egy ilyet bevállalni. Nem tudom, és erről ugye nem szólnak a hírek, hogy Radónak voltak-e más ajánlatai is. Nagyon lehetett arról hallani, hogy esetleg a Fradi ismét elvinné, Fehérváron is fölmerült a neve, hiszen nyilván Márton Gábor a vezetőedzője oda távozott, a Székesfehérvárak vezetőedzője lett. Én azt gondolom, hogy ha reális ajánlata lett volna Fehérvárról, akkor biztos, hogy oda megy. Hát nemzetközi kupaporondon előbb szerepel az ember, mint az MB2-ben úgy, hogy azért oké, hogy ha a keretet nézzük, nagyon erős az a mostani Vasas, de nulla garancia van arra, hogy följutnak, és persze mi van akkor, amivel nagyon kevesen számolnak szerintem, elindul a bajnokság, ne adj Isten, megint beüt a koronavírus, és jövőre ugyanaz áll fönn, mint ami idén is fönnállt, és a Vasas akkor éppen nem lesz főjutó helyen. Akkor mi történik? Hát igen, a Vasas most már a harmadik szezont kezdi az NB2-ben, úgyhogy mindenképpen ideje lenne visszajutni ennek a gárdának is. De Zalaegerszegen, hogyha már nézzük ezeket a távozókat, azért ha azt nézzük, hogy kik mentek el, és Stíbert is lehet nézni, tehát itt szinte mindenki elment, és a keret mindenképpen gyengült. Teljesen új csapatot kell építeni, meghatározó játékosok távoztak, ugye távozott a házi gólkirály, aki az NBA gólkirály is volt Radó személyében, Bobál elképesztően jó szezont ment, és ne feledjük, hogy ő megmondta, hogy egy célja van, vagy a következő célja a válogatottsági behívón túl az az, hogy a FIFA-ban szerepelhessen. Hát azok után, hogy a portugál első osztályba került, ott lesz szerintem a FIFA 21-ben innentől kezdve a Nacional csapatában, de rajtuk kívül ugye távozott kölcsönből visszament egészen pontosan Bőle Lukács a Fradihoz, szintén nagyon sokat tett hozzá, és aztán ott van a jobb hátvéd Bolla Bendegúz, aki Mártonnal együtt ment vissza Fehérvárra, úgyhogy lesz dolga az új vezetőedzőnek, az egészen biztos. Elnézve az érkezőket egyébként mindenféle posztra kellett, hogy igazoljanak, és azért maradt is természetesen az előző garnitúrából is játékos. Szankovics az egyik, akit kiemelnék, aki már úgymond bizonyított Magyarországon, hogy egy igazi rakkolós játékos ott a középpályán csak a vér megy át, hogyha ő is a pályán van, ugye tipikusan az a futballista. Dragoner Filip egy egyébként nem rossz támadó játékos, még mindig sajnos Magyarországon, de fiatalnak számít, kevés első osztályú tapasztalattal, és ugye ott van az a Tajti Mátyás, aki hát egykoron a Real és a Barca ajánlata között is választhatott, most végül Zalaegerszegen kötött ki, viszont előtte Diós Győrben bizonyította azt, hogy azért az első osztályban ő kimagasló rugó technikával és játékintelligenciával rendelkezik,
Úgyhogy szerintem ezt a csapatot idő lesz, mire egybegyúrják, de elnézve a keretet, én nem gondolnám, hogy reálisan nekik a kiesés elől kellene majd menekülniük. Diósgyőr szint nálam ez a mostani Egerszeg, és stabil középcsapat. Nézzük az Újpest csapatát, ahol mielőtt a csapatra rátérnénk, beszéljünk a klubról, ugye megint, hát majdnem azt mondtam, hogy új címer, így új logó lesz a mezeken, ez gyakorlatilag a, hát ez a muszáj a pesti szlenget használni, a WC deszka és az Újpest logó egy helyen, szerintem a fradi szurkolók így dörzsölték a tenyerüket, hogy hát ennél jobbat nem is tehettetek volna. Mi a véleményed erről az egész hercehurcáról? Röviden vagy hosszán, ezt szerintem külön műsort is megérne az Újpest. Kettőt is mindenképpen, de most csak a címerügyről. Direkt nem fogom elárulni a nevét, van egy kollégám, aki hatalmas Újpest szurkoló, és pont a napokban beszélgettünk, hogy mi a helyzet Újpesten, mindig szoktam kérdezni, hogy mondjál bíztatókat Újpestről. Rám nézd, nem tudok. Tehát, ez volt a válasz szegénytől. Az a baj, hogy évek óta húzódik ez most már, itt beszélhetünk címerről, beszélhetünk játékosokról, beszélhetünk arról, hogy ugye Vigyevics úgy húzta, és úgy volt a saját időszakában a leghosszabb időn keresztül regnáló vezetőedző az NB1-ben, hogy igazából már háromszor fölmondott, de mindig azt mondták, hogy ne, maradjál, te kell lesz nekünk, és akkor a negyedikre mondták azt, jó, hát hogyha tényleg menni akarsz, akkor menjél. Tehát, hogy egy ilyen bohózat egy picit, ami most már Újpesten zajlik, és ez sajnos a játékos keretre és a játék minőségre is évek óta folyamatosan rányomja a bélyegét. Mi beszéltünk itt sokszor az anyagiakról, hát a hírek szerint Újpesten osztják az egyik legkevesebb fizetést, de jelentősen ráadásul, ami, hát ha megnézzük azt, hogy milyen futballistákat tudnak igazolni, vagy tudtak igazolni, és kik mentek el, akkor nem is nagyon kell igazából magyarázni semmit. Az, hogy például egy Novotny Soma ugye elment egy koreai bajnokság másodosztályába, azt szerintem elég sok mindent elmond erről az Újpestről, és pont ha már itt a Fradit szóba hoztam még, hogy a fradisták dörzselik a tenyerüket, oké, hogy az előző szezonban mind a háromszor egy 1-0-ás siker Boli részéről, de alapvetően ezek a Fradi-Újpest meccsek mostanában sajnos egyáltalán meg se közelítik a korábbi derbiket, és erről nem a Ferencváros, hanem az Újpest tehet. Hát Újpestről nézve egyébként tényleg nehéz pozitívokat találni, hogy a kedves kollégádnak ugye, megértem, hogy ezeket a mondatokat mondja mindig, nekem is vannak Újpest szurkoló ismerőseim, ők is mindig ezt mondják el. Hát nem tudom, mi lesz Újpesten, de talán amíg itt a vezetőség nem vált, tulajdonos nem változik, addig itt talán ez a helyzet, ez nem fog változni. Igen, ez egy ilyen szélmalomharc, ugye ezt is gyakorlatilag amióta Jussát elé úr a tulajdonosi székben van Újpesten, azóta halljuk egyrészt az újpesti szurkolóktól, hogy picit mehetne távolabb is Magyarországról, másrészt pedig az is pontosan látszódott, hogy neki ez egy olyan csapat, amely igazából forgat bizonyos pénzösszegeket, és ugye csomó olyan játékos volt, akit ő le tudott igazolni, idehozott Újpestre, aztán ugródeszkának használta a klubot, és ezzel alapvetően nem lenne probléma. Láthatjuk, hogy például Enis Bárdi mekkora karriert futott be a La Ligában, tehát hogy kifejezetten egy jó igazolás volt. Mégis sajnos picit az az ember érzése, hogy így vakon jönnek ezek az igazolások. Hát ő jó lesz. Nézzük meg őt. Szabadon igazolhatjuk. Próbáljuk ki Újpesten, abból baj nem lehet. És hogyha ott nem válik be, megköszönjük a melót, ha meg jó lesz, akkor visszük Belgiumba, vagy Angliába, vagy a másik testvércsapathoz, vagy ugye a másik együtteshez, amely még Düsset Elé úrhoz tartozik, és ezt nagyon nem jó látni, tehát abszolút semleges szurkolóként mondom, ahogy egy jó Ferencvárosra szüksége van az NB1-nek, úgy egy nagyon jó Újpestre is szüksége volna. Folytassuk a Kispest csapatával, ami talán az egyik legizgalmasabb változáson megy keresztül most, és kezdjük a címerrel, itt ugye új a címer, de ez inkább egy régi címer, egy régi új címer, és ugye a Budapest Honvédról végre Kispest Honvéd lett a csapat neve, ez egy nagyon fontos változás minden tekintetben. Abszolút, az, ami azóta történik, mióta a Hemingway úr ugye eladta a csapatot, és megjelent egy új tulajdonos, egy új ügyvezető, új kommunikációs igazgató, új sajtófőnök, gyakorlatilag minden pozícióban, ugye új vezetőedző is természetesen, minden pozícióban új emberek érkeztek, és az első jelző, vagy szó, ami beugrik nekem a Honvéddal kapcsolatosan, az az, hogy közvetlenség és nyitottság, a szónak abszolút a pozitív értelmében.
De csomó másik sportágban, és főleg más országokban lehet ezt hallani, tengeren túlra gondolok elsősorban, hogy kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció. És tök jó mantrázni, csak egy csomó esetben sajnos semmi fogalmatja nincs a dolgoknak. De ugye, ha már Amerika, miért hoztam szóba nyilván tengeren túl, sportigazgatója a kispestieknek, Urbányi István, kint volt Amerikában, Kansasben, csapat egykori játékosáról van szó, és azok, akik mondjuk fölmennek a honlapra, azok például azt tapasztalhatják, hogy jelentősen megült a honlap. Hogyha csak összevetjük mondjuk egy évvel ezelőttivel, a legjobbak között van most, mert szerintem a top 3-as a kispestiek honlapja minden szempontból, és pont most volt a közelmúltban egy ilyen újabb szurkolói ankétjuk, és hangsúlyoznám az újabb szót, tehát van olyan csapat, amely egyet sem tart egy szezonban, nekik ez most már talán 3 hónapon belül, vagy 4 hónapon belül a második volt. Szépen kiültek a pályára az új vezetőedző, Bódog, Urbányi, Kun Gábor az ügyvezető, egy-egy játékos, és a szurkolók tényleg kérdezhettek tőlük, és basszus, tényleg válaszoltak nekik. Tehát ezek ilyen meglepő dolgok, most így elmondva, de úgy tűnik, hogy ez működik. És ugye amivel kezdted a címer, az is egy olyan címer, amely egyrészt valóban a régire hajaz egy picit, másrészt pedig szurkolókat is bevontak a tervezésébe. Mekkora ötlet, és mekkora dolog, hogy ez meg tud valósulni Magyarországon, pedig alapvetően azért nem bonyolult, hogy figyeljetek, szeretnék egy új címert, mi lenne, ha megkérdezném mondjuk törzsszurkolókat? Tehát, hogy nem egy bonyolult dolog, de végre Kispesten megcsinálták, és kezd működni ez a dolog egyértelműen. Én egyébként kicsit drukkolok is ennek a projektnek, hogy működjön. Nagyon kíváncsi lesz a Urbányi Istvánnak a sportigazgatói munkájára, ugye edzőként azért láttuk többször is itt az NBA-ben, akár az Újpestnél, akár mondjuk Gyirmóton. Szerintem annyira nem feltétlenül működött a Gyirmóti, de az Újpesti meg jól nézett ki. A sportigazgatói ez rendkívül izgalmas. Már csak azért is, mert hogy ő beszélt többször is arról, hogy így játékstílusban gondolkodik az a klub, egy filozófiát szeretne fölépíteni a Kispest mögé. Látod-e ennek az első jeleit? Abszolút, mondom, amiket itt végigvettünk, szerintem ez mind beleillik abba a bizonyos Urbányi féle világnézetbe, és ebbe a mostani kispesti projektbe is, és nagyon-nagyon, senki ne értse félre, de tényleg baromi szimpatikus az, ami zajlik Kispesten. Szerintem jelen pillanatban ez abszolút követendő példa. Ráadásul, hogyha megnézzük az érkezőket, akkor mondjuk, oké, van egy Mali támadó, Boubacar Traoré, hogyha jól ejtem ki, az úriembert, aki Tunéziából érkezett kis hazánkba, egy 20 éves csatáról van szó, de rajta kívül csupa magyar játékost figyelhetünk meg, és az már azért a Hemingway érában is egyértelmű volt, és kikristályosodott, hogy az akadémiáját, a csapat saját akadémiáját messze a kispestiek használják a legtöbbet, és a legbátrabban nyúlnak a fiatalokhoz, és Urbányi és abszolút az a játékos, ez minden korábbi csapatánál így volt, ha látott egy tehetséges fiatalt, azt mondta, hogy srác, gyere, öltöz velünk, gyere a felnőttekhez, holnap meg játszol, hogyha jó vagy. Tehát ilyen szempontból szerintem ebből, ha jól sül el ez a kispesti projekt, ebből az egész magyar foci profitálhat majd. Ráadásul ugye a már sokat emlegetett Bódog személyében megint csak azt tudom mondani, hogy az NBA egyik legjobb edzője van most jelen pillanatban a kispestieknél, és Bódog szerintem végre megkapta azt a lehetőséget, ami egyfelől járt már neki, másrészt pedig ezek után nem takarózhat semmivel, ugye? Diós Győrben nem volt a legjobb a játékos kerete, láttuk, voltak szép időszakok, és aztán egy kevés széppel zárta. Kisvárda egyértelmű célfutball, semmi másra nem volt jó az a lehetőség neki, csak arra, hogy megmutassa, hogy vert helyzetből néhány hét alatt hogyan tud csapatot alkotni. Itt viszont van egy nagyon jó csapata, amihez igazoltak játékosokat, nyilván ő is ebbe beleszólhatott, mögött áll egy egész stáb, ráadásul a honvéd szurkolók is azért még járogatnak mérkőzéseket több ezren, lehet bizonyítani Európában, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi sül ki ebből. Abban biztos vagyok, hogy ez a 3-5 védős rendszer meg fog változni egyébként a Kispest esetében. Ugye Bódog Tamásról fontos tudni, hogy ő nagyjából egyébként, most nem feltétlenül azt, de nagyjából azt a Liverpool stílusú focit szeretné megvalósítani a pályán. Ehhez nagyon fontos, hogy a csapat együtt mozogjon, és szerintem itt a védelemmel lesz elsősorban a problémája. Az kicsit lassúnak tűnik nekem a Kispestre tekintve, még az NBA 1-es szinten is. Ez lehet a kulcskérdés, hogy sikerül-e együtt mozgatni ezt a csapatot, főleg előrefelé védekezésben? Szerintem Bódog esetében az teljesen egyértelmű, hogy nála nincs kivételezés. Tehát, hogy ő kitalál egy rendszert, ő, ugye kétféle edző van elméletileg, van, aki azt mondja, hogy nézzük meg, milyen játékosaim vannak, és melyik játék, stílus, játékrendszer passzol hozzájuk a legjobban. Van, aki pedig azt mondja, hogy nem, én ezt a stílus szeretném véghez vinni, ehhez keresem a megfelelő játékosokat,
és hogyha nincs a mostani csapatban, akkor igazolunk, vagy azt mondjuk, hogy a fiatalok között megnézzük, kiket tudunk fölhozni. Ugye, ahogy mondtad, valóban ez a liverpooli stílus nagyon közel áll Bódókhoz. Ő egyébként is lenyilatkozta azt, hogy álma volt, hogy végre egy olyan helyre kerülhessen, ahol meg tudja valósítani azt az attraktív, kombinatív, látványos támadó focit, amit ő megígért most a kispestieknek minden szinten, írásban is, szóban is, és ezt úgy tette, hogy nyugodtan kérjék rajta számon, úgyhogy gondolom egy ilyen 4-3-3-as felállás, de mindenféleképpen három támadós felállás lesz majd az elsősorban, amit láthatunk a Honvédtól. Ugye Zsótér Donát személyében jött egy olyan játékos például, aki akár bal szélen, akár tükörszélsőként a jobb oldalon bevethető. Az ő szerepe egy abban a szempontból is érdekes, hogy Újpesten meg annyi harcot megvívott Neboj Sevignyevicssel. Volt, hogy konkrétan kameráink előtt vívták ezt a harcot. Egyikük nyilatkozott, oké, elküldte Vignyevicset, Zsótér jött, Vignyevics, rákérdeztünk. Szóval az nem volt egyszerű az a szituáció. Viszont ugye itt van Tamás Krisztián is, bal hátvéd, aki az Alegerszegen szerepelt szintén, előtte pedig Fejérvárnál. Ő például egy olyan típusú játékos, akit támadásokkor biztos, hogy előszeretettel láthatunk majd belépni az akcióba, és neki bírnia kell azt a futómennyiséget és futó teljesítményt hoznia is kell, amit Bódog elvár tőle. És akkor számomra a nagy kérdés az az, hogy mi lesz Davide Lanzafáméval, betörje őt Bódog, vagy esetleg összevesznek, ahogy ezt tették Rebrovval, Lanzafámék, illetőleg ugye az hivatalos, hogy nem tudom, hogy amikor az adás kikerül, ugye a YouTube csatornán, és hallgatják, nézik ezt a műsort, akkor addigra történik a változás, de a Honvéd tett ajánlatot Eppel Mártonnak is, aki ugye korábban nagyon jól megértette magát Kispesten a társakkal, egyelőre ő még vár arra, hogy igent mondjon, de én azt gondolom, hogy minden amellett szól, hogy térjen vissza Kispestre, hiszen itt akkor szem előtt is lenne ráadásul Márko Rosszinak és a magyar válogatottnak, plusz ő itt már egyszer bizonyított, és ez megint egy olyan projekt, amiben érdemes beszállni. Ez a Lanzafáme téma egyébként kifejezetten érdekes. Ugye Lanzafáméről tudjuk, hogy van egy erős személyisége, és hogy hát hogy is mondjam, szerető lenni a csapat megmondója. Itt nem biztos, hogy ez a szerep így járna neki Bódog Tamás mellett, viszont azt is nyilatkozta pont Urbányi István, hogy ha beáll a sorba, akkor helye lesz ebben a csapatban. Most te mire tippelnél inkább, hogy marad vagy megy, és hogyha ha megy, az egy ilyen rossz hír lenne mindenféleképpen a Kispest számára? Hát abból a szempontból igen, hogy szerintem az NBA egyik legjobb játékosa Lanzafáme még mindig. Ha egy évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor azt mondtam volna, hogy az NBA legjobb játékosa. Most azt mondom, hogy top 5-ben van képességeit tekintve. A rugó technikája az valami félelmetes magyar szinten. Tehát, hogy szabadrugás, állított labda, ahova akarod, csukott szemmel oda rúgja. Brutális ilyen szempontból, és a helyzet kihasználása is magyar szinten azért mindenféleképpen előkelő. Ugye, ha elmegy, akkor az azt jelenti, hogy nem találták meg a közös hangot Bódoggal, és ilyen szempontból az jót jelent, mert akkor egy olyan játékos, aki vagy nem akart maradni, vagy nem akart beállni a sorba, nem lesz a csapat tagja, és nem fogja hátráltatni az együttest. Ha viszont marad, akkor nyilván az ellenkezője lesz az igaz. Lanzafáme beállt a sorba, és én azért azt őszintén remélem Bódogtól, hogy meg tudja szelídíteni Lanzafámét, mert hogyha sikerül, akkor ebben a látványos fociban kulcs szerep hárulhat ismételten Lanzafámére, plusz ha nem sikerül, akkor abban azért nem vagyok biztos, hogy tudnak a helyére igazolni olyat, aki pótolni tudja őt, említettük Eppel Márton, nekem ő azért egy picit más karakter, ráadásul az, ami olykor negatívumként merül fel Lanzafáméval szemben, hogy mindenkinek neki megy, ő akar lenni az első, és az ego ugye utat tör magának, azért az játékos társak szempontjából, hogyha ezt a futballra tudja koncentrálni, az nagyon sokat tud hozzátenni a csapata játékához. Na és akkor beszéljünk a mezőkövesről is. Ugye tavaly rendkívül a szezonja volt a csapatnak, kupadöntő és negyedik pozíció. Itt volt egy kuttorféle kifakadás is pont a ti kamerátok előtt. Igen. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Hú! Üdv a golterápiában, Máté, szia! Kérni szépen valami kis folyékony kenyeret. Azt a meccset én közvetítettem, képzeld el a kifakadásos szituációt. Voltak ott olyan dolgok, amik egyáltalán nem voltak egyértelműek, viszont
Én azt gondolom, az a kifakadás valahol jogos volt, de az a kifakadás nem feltétlenül annak a meccsnek szólt, hanem az előző heteknek sorozatban, amiket láthattunk. A hosszabbításos részével egyetértettem. Ugye mindig azt mondta Kuttor Attila, hogy ha vezet a csapata, akkor 12 percet hosszabbítanak, ha viszont neki kéne pontokat vagy pontért harcolnék, akkor 2-3-at, ami ugye így a egészségügyi szünetet követ elképzelhetetlen mennyiségi hosszabbítás. Mégis, ha nagyon őszintén a szívemre teszem a kezemet, akkor nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy az újrakezdést követően, tehát ugye a karanténos időszakos újrakezdést követően az NB1-es mezőny egyik leggyengébb csapata, a pontszámokat tekintve, az a Mezőkövest volt. Tehát ha a Mezőkövest, nem azt mondom, hogy a papírformát hozza az addigi szerepléséhez képest, hanem hogyha minden harmadik meccsét megnyeri, akkor most készülhetne arra, hogy kiket kap ellenfélként az Európa Ligában. Tehát lehet kifakadni, és mondom, egy részével egyet is értettem, és azon a mérkőzésen biztos, hogy voltak tévedések. Az első gól emlékeim szerint ugye egy szélről beadott labda volt, és könyöklést ítéltek, és elvették a Mezőkövet gólját. Én is akkor közvetítés során azt mondtam, hogy ez szerintem teljesen szabályos, nem történt más, mint a kapus rosszul számított ki a labdaévét, ráadásul ötösen kívül is volt, szóval megértettem azt a kifakadást, de alapvetően ennek a csapatnak, ennek tükörsimán kellett volna a dobogó alsófokán végezni a tavaly. Kuttor Attilának a munkáját egyébként hogyan ítéled meg? Tehát ő is így nagyjából a legtehetségesebb idézőjelben fiatal edzők között van nevezve. Abszolút, és az én számomra azért volt meglepetés egyébként látni ezt a Mezőkövesdet, hiszen pontosan tudjuk, hogy Kuttor Attila azért nem egy brillírozó csatár volt, hanem egy középhátvéd, aki általában azzal emelkedett ki, szó szerint magasságát tekintve a mezőnyből, hogy baromi jól helyezkedett, és nagyon jól lemozogta és levédekezte az ellenfelek támadásait. Én azt gondoltam, amikor ő edző lett, hogy akkor valami ilyen Catenaccio 8.0-át honosít majd meg itt Magyarországon. Ehhez képest ugye a karanténos időszak előtt, ha jó focit akartál látni az NB1-be, akkor mindig meccsét nézted meg. Tényleg közönségszórakoztató, látványos játékot mutatott be a csapat állandóan, és ez nyilvánvalóan Kuttor Attila teljesítményét dicséri, hiszen azért ez a mezőkövesdi csapat nem volt annyira acélos első ránézése, hogy azt várhattuk volna tőlük, hogy mondjuk lefociznak egy Fradit, és simán megverik az egyébként bajnoki címet szerző Ferencvárost mondjuk egy mérkőzésen. Biztos, hogy ez Kuttor Attila teljesítményének a dicsérete. Ahogyan az is, hogy vannak olyan szakemberek, és szerencsére az NBA-ben is az elmúlt időszakban több ilyet látunk már, akik ezt, ha oda kerül egy, nem mondom, hogy középszerű játékos, de egy nem kiemelkedő játékos, aki valamilyen szegmensének a futballban jó, akkor ki tudja azt hozni belőle, és megtalálja azt, hogy a pálya mely részén, mely felállásban tudná azt igencsak hasznosítani a csapat. És szerintem Kuttor ebben baromi jó, hogy nagyon jól rakja össze a csapatot, de hát ha már itt kirakó, azért itt szép számmal mentek el játékosok, ráadásul meghatározó futballisták, úgyhogy nem tudom, hogy az új szezonban láthatunk-e olyan mezőkövesdet, mint amit az előző idény karanténos időszakát megelőzően. Ezen felül ugye Zidzivádze távozott például, aki az egy legjobb csatár szerintem az NB1-ben, de Cseri Tamás előző szezonos hát teljesítménye szerinted megismételhető, vagy ez az egyszezonos játékosok közé lesz berakva? Hát ugye Cseri már az azt megelőző idényben is elég jó szezont futott, de az előző volt a kiteljesedése, hogyha úgy tetszik. Ő is hozzám azt mondja, hogy 88-as születésű, és még a Ferencváros U16-os 7-es csapatában együtt kergettük a labdát, és az ismerőseimnek mondtam is, hogy a Cseri akkor játszott utoljára ennyire felszabadultan, látványosan, minden cselt bevetve, két lábát használva, ilyen nulluk passzokat, meg lövéseket folyamatosan bemutatva. Cseri ugye maga is elmondta azt, hogy későn érő típus, és azok után, hogy megismerte a feleségét és családapa lett, azok után tudta ezt a teljesítményt nyújtani, és szóba hozták őt is más csapatokkal, ugye szó volt arról, hogy esetleg pont a, hát mondhatjuk, hogy félig nevelő egyesülete a Ferencváros visszavitte volna, hogy történt-e megkeresés, nem tudom, de végül maradt Mezőkövesden, és én nem gondolnám, hogy az elkövetkező időszakban nagyjából azt látnánk, hogy ő elmenne onnan, csak akkor, hogyha valami bomba ajánlattal keresnék őt meg. Úgyhogy, hogy meg lehet-e ismételni, nem tudom, de én azt várom tőle egyértelműen, hogy megismételje, és hogy legyen ismételten vezér ennek a csapatnak, hiszen azt azért láthattuk, hogy azokon a mérkőzéseken, amikor nem ment Cserinek,
és a karanténos időszak után kisebb sérüléssel is bajlódott, kihagyott mérkőzéseket, le kellett cserélni meccs közben. Nagyjából erre is lehet egy picit szerintem fogni idézőjelben azt, hogy a kövesdiek nem nyertek annyi meccset. Folytassuk a felcsúcs csapatával, ahol hát mondjuk, hogy végre összejött az európai kupa indulás, ezek nem biztos, hogy mindenki örül, de náluk összejött. Mit gondolsz erről a szezonról és egy kicsit Hornyák Zsoltnak a munkájáról? Hornyák Zsolt az egyik kedvenc edzőim közé tartozik, és nem feltétlenül azért, mert sokan amire elsőre asszociálnak, hogy mondjuk a játék, amit láttunk a Puskás meccseken, az olyan, mint a mezőkövesnél, amit említettünk, hogy mindig látványos, hanem én az őszintesége miatt kedvelem Hornyák Zsoltot, mert ebben a időnként hát elég rossz színben feltüntetett NB1-ben üde színfolt, hogyha valaki őszinte, és nem takarózik különböző közhelyekkel, nem mondja azt, hogy a bíró, a labda, meg hogy nem tudom, 10 fokos szél fújt keletről, teljesen mindegy. Ő meccs után kőkeményen beáll, és ha kell, akkor meg is nevezi a játékosát, ami persze nem mindig szimpatikus feltétlenül közvetlen a meccset követően, de ő megmondja, hogy igen, itt rontottuk el, itt hibáztunk, ezért vagyunk gyengék, ezért vagyunk bének, és ebben kell fejlődni. Az egyébként egyértelműen látszik, hogy alatta is összeállt ez a Puskás Akadémia. Ő végre szerintem jól tudott nyúlni az idegen légiósokhoz, az ottani kerethez, illetve azért egy-két fiatalt is sikerült beépíteni végre valahára a Puskás Akadémiába. Az utolsó mérkőzésükön, ahol végül is eldőlt az, hogy akkor ők mehetnek Európa Liga selejtezőt játszani, és bronzérmesek lesznek. Ugye a már kupagyőztes Honvéd elleni mérkőzésen 4 saját nevelésű játékos szerepelt, közülük mondjuk Szolnoki ugye nem ott lett elsősorban ismert, hanem a Videóton csapatában, de valóban felcsútról indult. És ami még az előző szezonnal kapcsolatban eszembe jut a Puskás Akadémiával kapcsolatosan, az az, hogy nem tudom mennyire van meg az a sztori, hogy a kezdő kapusuk ugye Hegedűs Lajos volt, aki hát talán 10 fordulóval a vége előtt a mérkőzésen, tehát bajnoki meccsen megsérült, ne kellett őt cserélni. És jött Tóth, a fiatal Tóth kapus, 21-22 éves talán, szintén saját nevelés, és kiderült, hogy ez az ember nem hogy egy szinten van Hegedűssel, hanem sokkal jobb kapus nála. Tehát, hogy milyen a sors, egy sérülés kellett ahhoz, hogy a cserekapus, ami azért elég bizalmi poszt, és biztos, hogy Hornyák Zsolt is elgondolkozott azon, hogy hát készen áll-e adott esetben Tóth erre a feladatra, de bizonyított, és Hegedűs ugye távozott is a Puskás Akadémiától, most már egyértelműen a fiatal Tóth az első számú kapusa a felcsútiaknak. Ugye most ezt a műsort, ezt elárulhatom, hogy szombat, ma közel éjfélkor kezdjük el rögzíteni, tehát mi nem tudjuk, hogy mi történt itt az európai mezőnek a sorsolásával kapcsolatban, de mit gondolsz, ez a felcsút fel van készülve erre a menetelésre, és reméljük menetelés lesz belőle? Hát, ugye ha 4 nemzetközi kupában induló csapatunkat vesszük alapul, akkor szerintem játékos keretét tekintve a felcsútiak állnak a legrosszabbul. Már csak azért is, mert minimális azon játékosok névsora, akik egyáltalán rendelkeznek nemzetközi rutinnal, nemzetközi kupában. Tehát nyilván Fradi, Videóton, Honvéd, Puskás Akadémia, ez nálam a sorrend a játékos kereteket tekintve. Viszont, ugye ez a egy meccsen dől el minden, ez adott esetben még az ő malmukra is hajtatja a vizet, illetve azért itt igazoltak egy román támadót, aki a Slavia Praha játékosa volt, aztán Liberecben futballozott, 5 gól, 6 gól passz, Alexandru Baluta neve, középcsatárként hozták őt ide. Ezen kívül ugye van egy Juninho művész névre hallgató brazil játékos is, akit hoztak, szóval nem igazoltak rosszul papíron, de általában az NB1-jel felejáró dolog, hogy azon külföldi játékosok, akiket idehoznak, és mondjuk látunk róluk valamiféle felvételt, az korán sem jelenti azt, hogy napjainkban is jól tudnak futballozni. Én azt gondolom, hogy nyilván sorsolás függő is, hogy mire megy majd a Puskás Akadémia. Az ő céljuk tavaly az volt, hogy kiléphessenek Európába, ez megtörtént, és hogyha konzisztensek akarnak maradni, akkor ebben az idényben sem lehet más a céljuk, mint az, hogy vagy megint dobogó, vagy beúzni a kupát. Veszel Juniorról, a.k.a. Juninhóról én tényleg nagyon jókat hallottam egyébként, úgyhogy egy tipikusan egy ballábas csatár, aki nagyon jó lábbal, nagyon jó labdával, picit lassú a tempója, de szerintem üde színfoltja lehet az NB1-nek. Igen, ugye, folytos... Igen?
Mondj csak, nem, csak azt akartam mondani, hogy Ararat, tehát Örményországból érkezett, ami nekem megint egy ilyen sötét ló. Tehát, hogy ott lősz 4 gólt, adsz 4 gólpaszt, abból még bármi kisülhet szerintem. Miközben azért pontosan tudjuk, hogyha egy tényleg tehetséges brazil játékos az NBA-ben úgy érzi, hogy van kedve futballozni, akkor itt azért nagyon látványos dolgokat tud bemutatni. Gondolhatunk akár Issára is a Ferencváros esetében, aki mint a legértékesebb futballista érkezett Magyarországra, de még neki is kellett egy jó 10-12 tét meccs, mire azt lehetett mondani, hogy na ez az az Issál, akit egyébként a közösségi oldalakon, vagy YouTube-on, a videó megosztó portálokon láthattunk, hogy na ő tényleg tud ilyeneket. Most akkor folytassuk a Fehérvár csapatával, itt ugye edzőcsere történt, ide ültették le Márton Gábort. Mindenhoz mennyire bátor dolog ez, hogy újra magyar edzője van a Videotonnak, vagy ez egy ilyen közönségnek is kicsit szólt, hogy most már tényleg sok volt itt a külföldi edző, nézzünk meg egy magyart. Szerintem is. Egyébként én azt hallottam ilyen öltözői pletykákból, hogy Kuttor Attila volt az első számú jelöltje a fehérváriaknak, csak aztán, mivel nem sikerült annyira jól ez a szereplése a mezőkövesdieknek, illetve hosszú időn keresztül fölmerült ugye, hogy ők is mehetnek Európába, ezért kerestek egy B-opciót, és ő lett végül is Márton Gábor. Én nagyon örülök neki, elképesztően rokonszenves szakvezető, ő is az a típusú vezetőedző, aki nem is másol, pacekban megmondja, hát figyelj, ez egy gyenge, rossz meccs volt, elrontottuk, mi vagyunk a hibásak, ezt én becsülöm benne, és hát ha csak meg tudja közelíteni azt a szintű focit, amit Zalaegerszegen megcsinált a csapatával, akkor érdemes lesz Fehérvár meccseket nézni. Ugye a mezőköves meccsek mellett szerintem egyértelműen az ETA találkozói voltak azokkal, az ember nézte, és azt mondta, hogy na, ez futball. Volt szurkolótábor, voltak jó színvonalú megoldások, és az a fajta támadó foci, amit az egerszegieknél láthattunk, ezt szeretné ő is megvalósítani Fehérváron. Nincs könnyű dolga, hozzáteszem, egyfelől azért sem, mert valóban, ahogy te is mondtad, külföldi szakemberek után magyarként én azt gondolom duplán kell bizonyítani, ami elég fura, mert valahogy a külföldi vezetőedzőkkel mi mindig úgy vagyunk, hogy jó, hát Belgiumból jött belga vonal, tök jó, német, hát parádés, spanyol, portugál, előttünk van, csinál csak, majd lesz valami. És ott odaül egy magyar szakember, ja, mit tud ő a fociról? Tehát szerintem ez egy elég bevett szokás, és én ezt nem annyira szeretem őszintén szólva, de most jó azt látni, hogy igazából egy kezünk bőven elég arra, hogyha meg akarjuk számolni a külföldi szakvezetőket az NB1-ben, illetve lehetőségét kapta vezetőedzőként, és azért itt jó játékosok érkeztek Fehérvárra, tehát a keret az abszolút olyan szinten alakul, amit elvárnánk, még ugyanakkor szerintem kellene, mert az, hogy Huszti visszavonult, Juhász visszavonult, ugye elment Vinicius is, Milánovval szerződést bontottak, picit én azt gondolom, egy ilyen generációváltás az, ami jelen pillanatban zajlik Fehérváron. Ebbe a képbe egyébként nagyon jól beleillik Márton Gábor is, és beleillik az is, hogy Juhász pedig majd valamilyen módon ugye a stáb, illetve a fehérvári klubnak a tagja lesz majd a folytatásban. Igen, Juhász azért mindenképpen emeljük ki egy kicsit, ő azért nem csak a játékával fog hiányozni, valószínűleg az öltözőből is hiányozni fog, tehát hogy ki lehet a csapat következő belső vezére? Szerintem Nikolić. Egyértelműen, ugye a játékosok is őt választották meg csapatkapitánynak, ez már hivatalosan eldőlt. Nyilván ezért is hozták vissza, és ezért is tárgyaltak vele olyan hosszan. És egyébként érdekes volt megfigyelni Nikolić esetében, hogy kellett neki is idő, amíg fölvegye az NBA ritmusát, ami lehet, hogy elsőre picit ilyen kacagtatónak hangzik, de mégis más országból jössz, más futballkultúrából, ráadásul ugye azért kontinens is elválasztotta őt Magyarországról, és láthattuk, lehet, hogy nem rúgott nagy gólokat Nikolić, mert azért volt egy szép balos találata is, de őt azért hozták, hogy ott legyen a neve mellett a gól, vagy ott legyenek a gólok. És ezt ő termelte megint csak az előző szezon végén, úgyhogy én azt várom, hogy minden szempontból vezére lesz majd ennek a csapatnak. Ugye rajta kívül azt hiszem csapatkapitányi helyettes pozícióban volt eddig is Kovács István, mégis azt gondolom, hogy ő már ebből az örök ígéret kategóriából már réges-régen kilépett, még akkor is, hogyha a hangja azóta sem lett mélyebb az elmúlt években sem, de ő, illetve Pátkai azok, akik még ott a középpályán azon futballisták közé tartoznak, akik az esetek többségében szerintem kezdők lesznek, kezdők lehetnek, és ebbe a magyaros vidi vonalba abszolút beillenek,
De én kíváncsi leszek egyébként a kapus posztra is, hiszen amellett a Kovácsik szerintem az NBA egyik legjobb kapusa, azért most kapott egy igen erős riválist, egy szerb hálőrt, akit ráadásul a Vojvodina élő szerződéséből vásárolt ki a videót, nem kevés pénzért. Úgyhogy nem tudom, hogy e tekintetben csak arra mentek rá idézőjelben, hogy szeretnék, hogyha még jobb teljesítményre ösztönöznék őt, vagy adott esetben meg is nézik majd az új szerzeményt. Beszéljünk a csatárposztról, ugye Nikolicsról már beszéltél, de érkezett Zivzivadze is, emellett pedig ott volt eddig is Futács, és ugye Hodzsics is. Valószínűleg valaki távozni fog, hát nem hiszem, hogy Nikolics lenne az, tehát a Futács-Hodzsics duóból valószínűleg egy vagy két ember is tovább áll? Szerintem Hodzsics marad, már csak azért is, mert Futáccsal le is közölték a hírt, hogy nem számítanak rá az első csapatnál, úgyhogy ami egyértelműen azt jelenti, hogy ő, illetőleg Elek Ákos is, amennyiben megfelelő ajánlatot kapnak valakitől, akkor tovább állhatnak. És ez is szerintem jól jelzi azt, hogy nem a számok pusztán nem elegek, hanem itt azért azt is meg kell mutatni, és arra is figyelnek, hogy kifelé milyen képet mutat a Fehérvár. Ugye beszéltük a Honvéd esetében arról, hogy ez a kommunikáció, ez mennyire megváltoztatta, és mennyire megváltoztathatja a csapatnak a jövőbeni teljesítményét. Futás Márkorról is egy-két negatív hír, éjszakázás, válik a feleségétől, magánéleti problémák, véletlenül rányomták a bélyegét a pályán nyújtott teljesítményére is, és a fehérváriak nem voltak szívbajosak, egyből azt mondták, hogy bár kiválóan kezdte az elmúlt szezon, sokáig ugye a legeredményesebb játékos volt a fehérváriaknak, nem illik bele a képbe, akkor menjen. Zivzivadze pedig nagyon jó játékos, igazi robusztus alkat, baromi nehéz tőle elvenni a labdát, és e tekintetben szerintem ők kiegészíthetik egymást Nikolicsal, még akkor is, hogyha a korábbi időszakban szintén ezt a klasszikus 4-2-3-1 vagy karácsonyfa alakzatot játszották a fehérváriakkal, de ugye Márton Gábor Zalaegerszegen meg maradt a 4-2-3-1-nél, úgyhogy szerintem itt is ez lesz majd, viszont ez a többfrontos csata, ez biztos, hogy ennek a jegyében is jött ez az igazolás, hiszen nyilván a fehérváriak azért arra készülnek, hogy nem egy fordulót mennek majd az Európa Ligában, hanem egyértelmű céljuk az, hogy bekerüljenek a selejtező sorozatból a csoportkörbe. Beszéljünk a bajnoki cím esélyéről. Ugye az előző szezont azért mondjuk, hogy simán nyerte a Ferencváros. Most mit gondolsz, közel lesz a videóton ehhez a trófeához? Hát szerintem ez attól is függ, hogy a két csapat közül melyik kerül be, vagy bekerül-e valamelyikük, akár BL, nyilván erre csak a Fradinak van esélye, akár Európa Liga csoportkörbe, mert hogyha a keretek mélységét nézem, akkor azért a Fradinak messze a leghosszabb a kispadja szerintem az egész bajnokságban, és még a fehérvári éval sem tudom összehasonlítani. Úgyhogy e tekintetben én azt mondanám, hogy a Fradi bajnoki címe úgymond az nem foroghat veszélyben akkor, hogyha a tudásának a 90%-át hozza a csapat. Ennek ellenére közelebb lehetne a Fehérvár a Ferencvároshoz, de mondom, hogyha esetleg a Fehérvár is bejut, legyen így egyébként, tudom, mert két magyar csapat minimum csoportkörbe, akkor szerintem viszont nőhet az az olló közöttük. Na és akkor beszéljünk a Ferencvárosról is, ahol Rebrov azért tavaly nagyon megmutatta azt, hogy az a munka beérett, amit ő elkezdett a Ferencvárosnál. Ugye sok játékos távozással játékos távozáson ment keresztül itt a csapat, de azért most már látszódik egy olyan mag, amire lehet építeni. Itt is talán az lehet az egyetlen negatívum, hogy kevés a magyar a kezdőben. Igen, ezzel nem nagyon lehet mit csinálni sajnos, hiszen azt ne felejtsük el, és erről sokszor beszélt Rebrov, de akár Orosz Pál vagy Kubatov Gábor a Ferencváros részéről, hogy hoznának ők magyar játékosokat, de nem tudnak ezen a szinten olyan futballistát hozni, akivel nemzetközi szinten előrébb tudna tartani a csapat. És ezt Rebrov is egy párszor elmondta, hogy tudja, tisztában van a kritikákkal, ő is hallja, hogy ukrán vonal, meg keleti vonal, meg szláv vonal, mondta, mutassanak olyan magyar játékost, akit be tudunk építeni a csapatba, és nem csak az NBA-ben, hanem hosszú távon a nemzetközi kupa sorozatokban is tudunk használni. Ilyenből tényleg nincs egyébként sok, ezért is üdvözítő mondjuk az, hogy a Fehérvárhoz Nikolics vissza tudott kerülni, és jelenállás szerint úgy tűnik, hogy azért tudja még húzni a csapatot hosszú távon is. Ezt el kell fogadni, és szerintem annak kell örülni, hogy van legalább mondjuk három játékos, aki fixen kezdő tud lenni. Ugye Dibusz a kapuban, Lovrencsics jobb hátvéd pozícióban, mint csapatkapitány, és a Sigér Dávid, akiről én őszintén szóval nem gondoltam volna
akkor, amikor Balmazújvárosban Horváth Ferencnél palérozódott és mutatkozott be az első osztályban, hogy néhány év múlva, mint a Fradi egyik gól felelőséről beszélünk, miközben egy védekező középpályás, egy labdaszerző játékos elsősorban Sigér, mégis tényleg olyan szempontból példa lehet a többieknek, hogy kőkemény, kitartó munkával meg lehet igenis az eredménye. Azért Sigértől ne várjuk a gólokat szerintem a következő szezonban. Sokszor volt szerencséje azért itt a gólokkal. De ugye azt szokták mondani, hogy aki megdolgozott a szerencsére, annak jön ez össze hosszú távon. Hát jól fogjuk akkor erre, de ami biztos egyébként, hogy a Ferencváros középső középpályája volt talán az előző szezonban a leggyengébb, és itt Ignyatenko, aki már távozott is, és Karatin sem feltétlen az a legjobb megoldás talán ezen a poszton. Ide mégsem látom azt a kifejezetten érkező játékost, aki megoldaná ezeket a gondokat. Igen, ugye Vécseit ezért igazolták elsősorban, és ő azért a testfelépítésével lehetne ott erő a középpályának a közepén, de mégis Sigér az, aki alacsonyabb, és ennek ellenére, pontosabban alacsonyabb és vékonyabb, és ennek ellenére sokkal többet találkozik labdával. Most igazoltak egy francia középpályást, Laudouni, hogyha jól ejtem ki, őszintén szóval ebben nem vagyok biztos, egy román csapatban volt. Róla azt mondták például, hogy egyértelműen a középpálya közepére szánják, illetve hoztak még egy szélsőt is, Uzuni, egy albán játékosról van szó, mind a két szélén játszogatott, de adott esetben ő is be tud segíteni középre, úgyhogy próbáltak ilyen játékosokat is hozni, és alapvetően a Fradinál mondható szerintem az egyértelműen, hogy minden posztra két futballistájuk van. Két olyan játékosok egyébként, aki talán a Fehérvárt és adott esetben mondjuk a Honvéd vagy a Puskás Akadémia bizonyos posztjait leszámítva mindenhova kérdés nélkül beférne. Úgyhogy ez a Fradi nagyon jó, és egy gondolat még csak ezzel kapcsolatban, hogy szerintem azért nem volt ez annyiszor szembetűnő, amit mondasz, miközben egyetértek veled, hogy itt a hatos pozícióban voltak gondok, mert hogy olyan minőségben és mennyiségben birtokolták a labdát a ferencvárosiak, hogy nem jött ki. Ugye egy Fradi ellen az esetek többségében a csapatok visszaállnak, visszazárnak, próbálnak kontrázgatni, a Ferencváros meg dominál végig a mérkőzésen, és van egy olyan négyesük elől, ugye a Boli, Zubkov, Tokmak, Iszael, akik 34-35 gólt lőttek, hogy az ellenfél azzal volt elfoglalva, hogy ezt a fantasztikus négyest, hogyha úgy tetszik, megpróbálja megállítani, sem pedig az FTC középpályán valahogy át tudjon robogni. A kapusposzton is érdekes erősítés, ugye Bogdán Ádámnak az érkezése. Szerinted Dibusz riválisa lesz, vagy Dibusz esetleg távozik, ugye voltak ilyen hangok is, vagy egyértelműen a kispadra érkezik? Szerintem egyértelműen kispad, már csak Bogdán előző éveit figyelembe veszik, ugye nem volt már stabil kapus, Dibuszt előző szezonban pedig nem tudom hányadik virágzását élte. Tehát amit az Európa Liga csoportkörben leművelt, az a bravúr mennyiség, ugye volt olyan forduló, amikor az ő védése volt az Európa Ligában a legjobb és legszebb védés egészen konkrétan, úgyhogy szerintem ez abszolút egy ilyen bebiztosítás a Ferencváros részéről, biztos, hogy voltak érdeklődők Dibusz iránt, és nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk a Fradi valami miatt úgy alakulna, hogy sem a BL, sem az Európa Liga csoportkörben nem tudna bejutni, nem vagyok benne biztos, hogy akkor Dibusz marad, de az is lehet, hogy megvárják azt, hogy mint alakul az FTC jövője a nemzetközi porondon, és lehet, hogy akkor Dibusz tovább áll egy másik bajnokságba, nem tudom, de azért érdekes ez a Dibusz Gróf Bogdán hármas, ezt azért megirigyelnék elég sokan az NB1-ben. Tehát már ugye Grófnál is fölkaptuk a fejünket, hogy minek igazol valaki egyértelműen a Ferencváros kispadjára, nyilván ismerik a mémeket, most azokat adna idézem, de tehát, hogy ez luxus, és biztos, egyszerűen nincs előttem az a koncepció, hogy leigazolsz egy egykori válogatott játékost azzal a szándékkal, hogy legyen ott harmadik számú kapusnak. Tehát akkor vagy Gróf fog távozni, vagy Dibusz. Na és így végezetül, ugye beszéltünk már itt a bajnoki esélyekről, kiesésekről, középcsapatokról, beszéljünk a ligáról összességében, az NB1-ről. Mit gondolsz, ez egy erősödő tendencia, amit mostanában látunk, stagnál a liga, vagy esetleg csökken a színvonal? Hát ugye divat szívni kis futballunkat itt hazánkban. Én most már nem is tudom, azt hiszem 6 éve közvetítek első meg másodosztályú mérkőzéseket helyszínen, ráadásul Magyarországon, úgyhogy végigfigyeltem itt a közelmúltbeli eseményeket,
Szerintem egyértelműen látható, hogy jobb színvonalú meccsek vannak, miközben vannak nagyon rossz meccsek is. Tehát ezt el kell ismerni, és felesleges lenne azt mondani, hogy minden mérkőzés pazar és BL szintű, tehát nem erről van szó, de összességében én a 12 csapatos NBA-et olyan szempontból jónak ítélem meg, hogy gyakorlatilag minden mérkőzésnek tétje van, ami hülyén hangzik, hiszen alapvetően minden meccsnek tétje van, de láttuk, hogy a 16-18 csapatos NBA-ben gyakorlatilag 5 csapat küzdött a nemzetközi kupáért, az első ötös, az utolsó ötös küzdött a kiesés elkerülésért, és középen volt 10-12 csapat, aki köszönte szépen, és azt mondta, hogy hát most 10-ek vagyunk, 12, nem tök mindegy. És ez szerintem alapvetően rányomta a bélyegét ezekre a mérkőzésekre. Úgyhogy szerintem a pozitív tendencia az mindenféleképpen megfigyelhető. Nyilván a TAO pénzeknek köszönhetően olyan játékosok tudnak ide érkezni, akik mondjuk 6-7 évvel ezelőtt nem. Rengeteg csapat sokkal stabilabb lett, nem hallasz olyanról már, hogy késnek a fizetések, hogy a játékosok lázadnának, sztrájkolnának, maximum olyanról hallasz, hogy egyik csapatnál X-et lehet kapni, a másiknál 2 vagy 3x X-et, nyilván ez esetek többségében és jobb esetben a jó csapatoknál van így, de az pedig, hogy egy Fradi be tudott kerülni az Európa Liga csoportkörbe, előtte pedig egy Fehérvár, szintén szerintem jelezheti azt, hogy valami elindult, valami megmozdult, de mondom, én azért hiú ábrándokat sem szeretnék kergetni azzal kapcsolatosan, amit akkor 2 éven belül megnyerjük a BL-t, mert erről sincsen szó, de ha válaszolnom kéne, akkor szerintem pozitív tendencia egyértelműen. És végezetül Máté, beszélünk rólad is, hallhatjuk a hangodat folyamatosan az M4-en a mérkőzések kapcsán? Természetesen, beosztás függő, nyilvánvalóan. Az én helyzetem most egy picit abból a szempontból komplikáltabb, hogy itt a covidos időszak miatt ugye teljesen felborult a Forma 1-es naptár, nekem az a úgymond prioritás, és amikor Forma 1-es hétvége van, akkor én valószínűleg ott leszek idézelben csak hallató, és nem NBA-es meccsen, de a köztes időszakban nyilvánvalóan ott leszek, hiszen nekem a Forma 1-es a foci a két szívügyem, úgyhogy várom már az első meccsemet, egyébként tudom is elméletileg, hogy hova megyek, de még hivatalosan nem árulhatom el, de egy fővárosi, hát az túlzás, egy derbi, egy fővárosi összecsapáson leszek majd először hallható elméletileg a második fordulóban. Na hát akkor nézzétek meg a sorsolást, hogy ki játszik az első fordulóban kivel. Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad itt a vendégszereplést. Köszönöm én is. Amit el kell mondanom, iratkozzatok fel a csatornára, és fontos információk következnek. A holnapi napon, tehát kedden lesz Esélylesők Bajnokok Ligája kiadása, szerdán Hot Topic, de szombaton lesz ismét Rázókő, ugye Mátékkal együtt. Majd ezt mindjárt kibeszéljük, hogy mi lesz. Valamint a jövő héten kivételesen nem lesz gólterápia, mert akkor is Esélylesők lesz, akkor a Bajnokok Ligája elődöntőkkel fogunk foglalkozni, de azon a héten még csütörtökön is beszélünk még Bajnokok Ligájáról, sőt Európa Ligáról is, mert akkor beszélünk a két döntőről, szóval tele leszünk Esélylesőkkel jövő héten. Na és akkor egy-két gondolat a Rázókővel kapcsolatban még, hogy van-e benned valami gondolat, amit meg szeretné osztani a gólterápia nézőkkel is? Hát depressziós lettem a Bereznai Danitól, annyit szívet engem. Gyakorlatilag a kipörgés gátló kikapcsolása óta álmatlan éjszakáim vannak, akik esetleg nem látták, nézzék meg a Rázókő legutóbbi adását. Egyébként pedig a következő epizódban most szombaton nyilvánvalóan kibeszéljük azt, hogy mi történt ezen a nem második brit nagydíj, hanem 70. jubileumi ünneplős verseny hétvégén, de hogy alapvetően mi volt ezen a két hétvégén az Egyesült Királyságban, és hogyha a koronavírus is úgy akarja, akkor pedig átnyargalunk Spanyolországba, úgyhogy megnézzük, hogy milyen azon az aszfalton versenyezni. Biztos vagyok benne, hogy Dani megint kitalál nekem valamit, amivel meg tud szivatni, és jókat rölyöket rajtam. Na hát ennyi voltunk mai estére, köszönjük a figyelmet, további szép estét mindenkinek. Én Bíró Dávid voltam. Sziasztok! Sziasztok!